és megint meglódultak a lengyelek, létszám fölény, két magyar, több lengyel, de én a gólhelyzetben, bravo Gújda! Óriási gólhelyzet volt, négy lengyel, két magyarral szemben, lehetett is látni, lemaradtak a mieink, és Dejna nagyon elegáns gólt akart lőni, itt a másik, Nyilasi, fenn van! Na, lengyel gólhelyzet után, magyar gól a 39. percben. Hát ennyi van meg belőle, hiszen érthetően még a bravúros Gújdár védést néztük, amikor már a túloldal Nyilasi gólhelyzetben volt. Ki röviden. Ujj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 
Juka hatalmas lövése talált be. Nagyszerű volt a keresztlabda először is. Aztán Tóth lefejelte ellenfélhez, és Tóthot is, mintha érintette volna. Nagyon jól eltalálta, ez az igazság. Kapufáról pattan be, Bálint végzi el. Nyilasi, lesre akarták állítani, gól! 2-1! És nem is volt les, késve léptek ki a védők. Majd nézzék meg a visszajátszásnál, nem volt les. Tessék, itt a szabadrugás. Késve lépnek ki, sajnos már az nem látszik, csak az, hogy kiléptek. De még itt van benn, jó van. Tökéletesen látszik, hogy nem les. Dzsuba itt van benn, nem lehet vitás. Még el is emeli mellette a labdát, elfekteti. És 2-1 Magyarország javára.